Sziasztok, majom percek nézők! Ez itt az NFL Makogó, és még mindig nagyon náthásan, még mindig nagyon orhanggal, de beharangoznám és megtippelném a hétfő esti mérkőzést, a Chicago Bears és a Washington Redskins mérkőzését, pontosabban a Washington Redskins és a Chicago Bears mérkőzését, hiszen a fővárosi csapat lesz otthon. Ki lettem nyírva tegnap, handicapeket illetően. A győzteseket 8-6 arányban, a handicapet 3-11 arányban sikerült eltalálni, ami hát értelemszerűen nem a legjobb. Igazából, amikor nézegettem át a handicapet, még én magam is meglepődtem, hogy miért tippeltem be a Buccaneers handijét, miért tippeltem be a Raiders handijét. Tehát olyan, amikor néztem át, akkor arra számítottam, hogy jó, akkor most az jön, hogy most mondom be, hogy Vikings minusz 9 például. Vagy a Texansnál volt a klasszikus, hogy most komolyan egy ilyen 50-50 meccsen én azt mondtam, hogy a Chargers nyerni fog simán legalább 3 pont. Hát nem. Tehát ugye nyert idegenben a Texans például. De számtalan ilyen példa volt, úgyhogy az összeszámolásnál én magam is meglepődtem, hogy mennyire tragikus lett, mert tudtam, hogy nem találtam el minden meccset, de azért fú, ez tényleg egy brutális hét volt. Összességében tehát 33-13-1 a győztesek eltalálása, és most egy kicsit visszaestünk, ugye 22-25 a handicap mérleg, és az egészség mérlegem sem a legjobb. Egy darab mérkőzés maradt tehát a harmadik hétről, és megmondom őszintén, hogy lehet, hogy sárfoci jellege lesz ennek a meccsnek. Azt tudom, hogy Sanyi nagyon várja már, hogy nem tudom, 4-5 év után újra Bears meccsen szakkommentálhasson. Aztán a kérdés az, hogy mennyire leli majd örömét, mert a védelem a Bears oldalán az továbbra is rendben van. Én nem érzem azt, hogy nagyon visszaestek volna. Nyilván azért a Broncos ellen meccsen fel kellett adni egy potenciális game-winning drive-ot és egy 2 pontost, ami azért így picit megbillentette a bizalmamat a Bears védelme felé, de összességében ez egy nagyon jó alakulat, ahol azért keresgélni kell az igazi gyenge pontokat. És hát ugye a Redskins oldalán azt látjuk, hogy azért a labda nem mozgott túlságosan jól. Darius Guys kiesése is egy elég érzékeny érvágása ennek a Redskins támadósornak. Kínumba igazából túl sok mindent nem kell belelátni, tehát nyilván, hogyha nem Diggsnek, meg nem Thielennek dobál, akkor azért látjuk, hogy ő azért egy elég átlagoska irányító, átlagos alatti irányító. Ennek ellenére azért valamelyest az első héten még tudták mozgatni a labdát, de a múlt héten erre sokkal kevésbé került sor. Kellemes meglepetés Terry McLaurin, az újonc elkapó, aki nagyon hamar, nagyon sokaknak a fejét felkapatta, de rajta kívül én nem érzem úgy, hogy van átütő erő ebben a támadósorban, és egy elit védelem ellen azért ez mindenképpen problémás. A Bears oldalán ugye megint csak arról kell beszélnünk, hogy mennyire tud mozogni a labda, mert ez a Trubisky draft ez egyre rosszabbul néz ki gyakorlatilag évről évre, és óriási szerencséje van a Bearsnek, hogy nem állnak 0-2-vel. Azért az a kicsit véleményes roughing the passer ítélet után jött ugye egy field goal, ami azért az elmúlt évben nem a Bears oldalán volt, ha már field goalokról beszélünk, és most sikerült azért megverni a Broncost egy nyögvenyelős meccsen. 2 meccs alatt csinál 19 pontot a Bears, tehát nagyon-nagyon akadozik a labda, nem érzem azt, hogy kiütéssel tudnának nyerni, főleg idegenbe, bár az előrejelzések azt mutatják, hogy a Redskins otthonában nagy valószínűség szerint 50-50 lesz a Bears és Redskins szurkolók száma, tehát nem kell egy nagyon erőteljes hazai pályára számítani. A Bears megnyeri ezt a mérkőzést, meg kell nyernie ezt a mérkőzést, de nagyon meglepődnék, hogyha hirtelen kiszakadna a pontzsák és felpakolnának mondjuk 30 pontot, úgyhogy a tippem a Redskins plusz 5,5
handicapje. Egy nagyon tragikus hétnek a tökéletes lezárása lenne, hogyha a Bears most nyerne 31-3-ra. Nyilván benne van a pakliban ez is, mert alapvetően nem várom azt, hogy a Redskins túl sok pontot rakjon fel a Bears ellen, de azt se várom, hogy a Bears nagyon sok pontot csináljon, az egyébként szerintem stabil és patent Redskins védelem ellen. Úgyhogy a tippem van a Bears győzelme, viszont szerintem nem fognak legalább 6 ponttal nyerni, tehát ez a 3-4-5 pont, ami szerintem reálisnak tűnik egy ilyen, ha már mindenképp tippelni akarok, legyen egy 20-17, és még lehet, hogy azzal még mind a két csapatnak túl sok pontot lőttem be. Úgyhogy ez a harmadik hét záró tippje. Remélem, hogy most nem nagyon követtetek ezen a vasárnapi tippjátékban, vagy fogadásban, mert tényleg gyalázatos hét volt, annak is tudtam örülni, hogy végül is a győztesek megtippelése 50% felett mozgott. Hát vannak ilyen hetek, tehát ez egyértelmű. Aki ezt csak simán nem videóban, hanem papíron csinálja magának hétről hétre, az is látni fogja, hogy elképesztően nehéz ez, főleg a handicapek megtippelése. De ahogy a múlt héten visszarázottunk a kicsi csalódást keltő első hét után, úgy szerintem a következő hét is azért a mi oldalunkon lesz. Erre a hétre egyébként gondoltam azt, hogy ez kinyírhat, mert első ránézés, amikor végignézzel a handicapen, és sok olyan meccs van, ahol hát itt nem tudom melyik oldalt válasszam, ott általában mindig beüt a krak. Így vagy úgy találkozunk a csütörtöki mérkőzésen, ha jól emlékszem, akkor egy Packers-Eagles találkozón, az lesz a következő videó, és tervezek azért másfajta tartalmat is a hétre, például Madden, például NBA 2K és videókat végre felpakolok majd a csatornára. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!